Hirdetésemet hallom vissza. Na, srácok, mi újság van? Új indie horror játék következik. Próbálom úgy csinálni, hogy... Na, mi lesz a mai streammel? Farvey, vagy... Farvargot... Bocsi, de olyan neveket találtak ki, egyszerűen nem tudom el. Monopoly bácsi feliratkozott. Szia Monopoly bácsi, köszönöm a feliratkozást. Mármint a YouTube feliratkozást. Sziasztok, pont most néztem vissza a tegnapi cupák talkot. Castiel, nagyon helyes. Sarah Byrne, sziasztok. Szia Sarah Byrne, szia Dia, szia Jose, szia Indra. Cicakak, cupák sereg, az. Mizus Efi. Minden oké. Okay. Előkészítettük, fantasztikus. Ide figyeljetek, ide figyelj... Hoppá. Esküszöm, még így jobb is. Mert arra való, hogyha nincs ez a lámpa, mert ez most a monitor helyén van, hogyha ez nincs, akkor így lennék alapból, és jobbról már jön egy fény, áradat befelé, és erre lett volna elég a bal, de úgy tűnik, hogy egy nagy szar, úgyhogy... Amúgy ne tudjátok meg, én mennyit szarakodok azért, hogy... Hozé. Hozé. végre már megijedtem, hogy a Fortnite Cancer stream fog maradni. Jaj. Nem kell így hozzáállni már. Na. Rózsaszín nevem van. Nekem piros amúgy. Na, srácok. Indítsuk el akkor ezt a fantasztikus játékot, ezt nézzük meg, hogy mi ez. A Lake Ridden nevű játékot fogunk játszani, ami május 11-én jött ki, és ez egy ilyen horror game, ilyen logikai horror game lesz, úgyhogy kíváncsi leszek, mi lesz. Úgyhogy nézzük meg. Játék fölvétele. Lake Ridden. Mindent be kell zárni, srácok, nem úgy mennek el a dolgok. Csináltam izét is, YouTube videót is, hogy lesz stream, úgyhogy innentől kezdve most már a telefonról nézlek titeket. Izginek hangzik? Na nézzük. Miért nem látszik? Ki tudja. Please play with headphone for optimal experience. De nem látszik a játék. Az a helyzet. Start a new game. Még nem akarok rámenni. Sziasztok, Cancer! 2 óra múlva lejár a szub. Hundwolf, sajnálom. Mit tehetek érted? Na jó, megpróbáljuk újra ezt a játékfelvételt. Game Capture. Game Capture. Hol van Game Capture? Lake Ridden. Na most mit tudok ilyenkor tenni, srácok, hogyha nem jön be a OBS-en a játék? Az igen, mennyien vagyunk, srácok? Újra szubbolsz? Jól van. Back. Ez a játék nagyon sötét lesz. Aztán nem használok másik fajta OBS-t, mert az egy örökké valóságig tartana. Értem, ez kifagyott a játék. Egy nagyon félelmetes? Hát. Na-na. Hát eddig minden rendben volt, srác. Lehet, hogy izé lesz. Akkor viszont... Uh,
Elindítok egy másik játékot, hát ha az jó lesz. Mi van, macsek? Pillanat. Csak hogy most a izével van baj, az OBS-sel, vagy magával a játékkal? De mindegy, megvan a vész megoldás, akkor felveszem izéről, monitorról, az kész. Windows Capture nem segíthet? Azt megpróbálhatjuk még, hogy ablakként fölvenni, de nem hiszem. Hol van? Windows. Hol van? Video Capture, vagy Windows Capture. Az igen, megjelent a Windows-om. Ez mi a szar? Nekem nem ez kell. Nekem a kurva játéknak a izéje kell, ez nem jó így. Csak gémet tudunk beállítani. Na várj, Options-ba lehet, hogy... vagy na. Options-ba lehet, hogy izé van. Screen, igen, 1080, full screen. Most esetleg. Most se jobb. Jó, ott van, jó, srácok, semmi gond nincs, szarom le. Akkor... Mondjuk felvétel! Azt megy. Azt kész. Na megnézzük, szerintem ezt már látjátok, úgyhogy... Na. Hát, rent on the game, de... Milyen sokan ide kapcsolódtak. Ide csapódtak? Van deep to me? A couple of months ago, someone sent me a letter. Someone I thought wasn't real. Bakke küldött neki egy lettert. Ez ilyen sztori központú izés játék lesz. Na. Értem, úgy kezdődik, mint az Outlast 2, hogy le kell jönni a hegyről. A stream nem stream, ha az elején nincs egy kibaki. Így van. Szefi, én nem sok minden szoktam egy nap csinálni, egy nap 90%-ra átlustulom, de te mindig abban a 10%-ban kezdesz el streamelni. Hát, na, ennyi. Na. I had promised to go camping with my sister Sophia and our friends. Ha, Sophia a tesója, úgy tűnik. Nem a lánya. Ilyen kerítést csináljon mindenki otthon, jó? Szeretném, hogyha ez meg lenne. Szia mindenki! Szia Alexandra! Szia Tamás! Szia Vatskor! Szia mindenki! Úristen, srácok! Mi van, rászoktatok a izére? A streamre? Hogy Instagram 86-an itt vagytok? Vagy csak a horror game-re fáj a pöcketek? Kicsit halk a játék szerintem is. Hát jó, így mindent látni fogtok, srácok. Így ez nem... Ez ilyen. Nem olyan a kertkapu. Ja, nekem olyan a kertkapu. Na, azt akarom, hogy figyelek a játékra, de hogyha van valami logikai feladat, akkor segítsetek ti is. Direkt nem raktam menetrendbe, mert ilyen meglepetés streamet akartam, viszont innentől egész hét... Stay there. I'll find a way over. Az a Sophia? Hát de úgy néz ki, mint egy fagylalt. Úgy néz ki, mint egy ilyen fagylalt lenne a sapkája. Tvena, szevasz. Visszatértem, csak átváltottam gépre, mert a telefonomon... laggol. Nem látom a lúcot, srácok, úgyhogy... Lehet most átrakom magam gyorsan. Várjatok. Kép. Hol van? Kép. Hopp, ott már 103-an nád, mi van? Srácok, én ezt nem tudom itt elviselni. Ja, be kell újra kapcsolni. Na. Oké.
Na, szóval arra nem tudunk menni Szófiához, úgyhogy akkor nézzük. Jó, nem kell, úgy tűnik nem kell ilyen szarokat csinálni. 126 néző, mi a rákom van? Én se tudom amúgy. Nagyon aranyos a csaj hangja. Egyébként jó nála. Mit is jelent a tent? Elfelejtem. Valamit nem azt jelenti, hanem hogy elfelejtettem. Sokallom, igen. Ami nem az, hogy sokallom, hanem hogy... Okay. One step. Step at a time. You can do this. De lenézek, pedig nem szabadna. Az igen, így fog. Szerintem tuti nem úgy megy, hogy... Sátor, tényleg elfelejtettem. Tehát felkelt az éjszaka közepén, és nem találta a sátorban a Sofiát. Jó van, Tamás, gyere vissza. The night before, Sis and her friends sat around the dying fire late into the night talking and giggling. Giggling. It happened nagyon jó szó. Me moving back and everything. Srácok, ez horror játék, ez nem izé. Ez nem sétagalop lesz. De egyébként szép a grafika eddig. Jó ugye a hang? Meglepően fura a néző mennyisége. Igen, nekem Twitch-en igen. Igen, volt a cukor, de hogyha ennyi minőségét kapok, akkor én instant orgazmus. Érted? Mert kétszer ennyi lenne YouTube-on, én ebben tisztában vagyok. Lake Ridden Hiking Trail Closed. Welcome to Lake Ridden. Úgy látszik, akkor ez a falu neve. Hello! Valaki itt nagyon nagy bulit csapott, igen. Ja, azt hittem iszik belőle. Sziasztok. Hát, nincs egyébként zseblámpa, vagy most fogom megtalálni? Bot lodge. This is the last place to go. Valaki naplót vezet, úgy tűnik. Kicsit alakítok az érzékenységem, mert... Egyébként most... És mi történt? Na, full screen. Na most jó. Ja, gyújtsuk már meg. Még nem is számítottam arra, hogy itt lesz valami. Később látom csak a lúcokat, srácok. A telefonon kell néznem. Jó, hát akkor ebbe a kavinba nem volt semmi. Nézzük, mi van erre. Sofia úgyse lesz ott, akkor már vége lenne a játéknak. Ó, jaj. The next code is the same as the year it was missing. Megváltozott a kód. Mit mondod, hol van? A következő kód is ugyanaz. Úristen. Valami mászott a lábamon. Értem. Ez is egy kód lesz. A zene picit idegesít, lehetne atmoszférikusabb. Játék lényege? Egyelőre még annyi, hogy Sofiant 2 balra, 3 jobbra, aztán 2 balra. 2 balra, 3 jobbra, és 2 balra.
Hoppá! Aha. All these people went missing here? Eltűntek. Hanyadikát írunk? Akkor úgy tűnik, hogy az évszámhoz lesz köze. Úgyhogy vagy 2001, vagy 2012. Ez a nódban benne van? Ja. Akkor ezeket meg tudjuk nézni. Nézzünk valami objektívet. Find the code for the lock on the gate. Nagyon ijesztő ez a játék, or not? Nem tudom, még Sony még csak most indítottam el. A játék lényeg az, hogy kettőt balra, kettőt jobbra. Igen. Mint ahogy a... izé is nyomatja. Dorina. Akkor nézzük a 2010... Jaj. 13-at. Nem? Kettő? Nem? Oké. Mikor számít, érted? 5, 6, 7, 8? Igen. Hát ez nagyon jó. Na, most, hogy így letöltöttem a Twitch-et csak emiatt, megsugom nektek, hogy én igazából egy új indie játék cím miatt vagyok itt. Jó. Ebből a számokból szerintem valamelyik lesz a kód. Értelmezzük, próbáljuk ezt értelmezni? Aha, a kód az ugyanaz, mint amikor ő elveszett abban az évben. Tehát azt kell megnéznünk, hogy milyen emberek vesztek el, és ki. Mivel he-ről van szó, ezért feltételezhetjük, hogy fiúról van szó, úgyhogy meg kell nézni az összes fiút. Ezt becsukom az ajtót. Esetleg még egy feljegyzést lehetne találni. Ja. Én még nem tudom elolvasni. Nem tudok olyanról. Oké, akkor itt még kell nézelődni, úgy tűnik. Mert miért ne? Megnézhetjük a naplót. Értem. Szak, meg ilyenek, igen. Csak a szokásos. Kell egy olyan feljegyzés, ahol eltűnt emberekről van szó még. I believe you. Someday you come to me. Okay, de remélem ez nem egy szellemfelhívás volt. I have a body of pig, haha, hehe. 2001-et még nem próbáltad. Valóban. Valóban így van. Na nézzük. Próbáljuk megnézni, mondjuk ezt. Igen. Ez 1984-84, 85. Lehet, hogy ez annak az embernek a naplója, aki eltűnt, úgyhogy nézzünk egy 84-et, vagy egy 85-öt. Illetve megnézem, hogy rajta van-e a 1985 rajta van. 1945 van rajta. Jó. Oké. Még nem jöttünk rá, hogy kiveszett el. 1935. Butha, most csak így benyomtad? Mi ez a 3019? Mi volt? 1935. Nem. Akkor mi volt? 1985? Nem? 86? Nem? 5265. Most csak így próbálja megtalálni? 5000... De egy dátum lesz. 65. Mint múltkor a Death Rage-nek a típja, mi? Nem.
Mik vannak a lapon? Megnézzük. Na. Na, most mi ez a szarság? A Discordnak most kell beizéni. 1845-öt próbáljuk meg, aztán 2005-öt. Vagy 2001-et. 1840... 45. Nem, semmi. Az baj, itt nincs egy oké gomb, vagy ilyesmi, hogy azt higgyem. Nézd meg a lapon, hogy melyik lehet évszám. Hát ezen az 1942, 2001, 1141 is lehet egy évszám, 1935, 1845, 2012, 2001, akkor megnézzük még azt is. 2001. Nem. 2012. Azt próbáltuk, nem? 12. Azt próbáltuk legelőször. 1226. 226. Az nagyon rég volt. Ez akkor még papír sem volt. Elvileg nem évszám kell. 1226. Hmm. Hát itt a papíron az van, ha jól értelmezem, the next code is the same as the year he went missing. It's a sign, I should be careful. Hmm. Tehát nekem az van, hogy a következő kód ugyanaz, mint amelyik évben ő elveszett. Patricio, légy szíves, ne írjál ilyen fasságokat. Pigeon, ha itt vagy, légy szíves, moderátori feladatot ad, jobban lásd már el majd. És jobban figyelj, mert látod, hogy 140-en vagyunk itt. 5254. Jó van, nem kell spamelni, Pigeon, látom. Hát ez... Ki van írva, hogy ne spamelj, erre adminom, vagy mi az, a moderátorom spamel. Hihetetlen vagy. Igen. Ne izéljé, ne xd-zé, mert főbaszol, komolyan mondom. 5254. 5264. Nem tudom mi volt, de most az, hogy beírjátok a helyes választ. Most ez hol volt? Volt ilyen? 5264, oké, itt volt. Könnyű, Pigeon, megnézni a végjátszásba, hogy hol kell. I knew she wasn't herself when I reached the other side of that broken bridge. She would have waited for me. Itt volt. És most, ha nincs itt. Leeshetünk most már. Lapon. Hát ez az, hogy nem akkor tűnt el, tehát nekem ez így agyfasz. Hoppá, megtaláltuk a kis izéjét neki. Nem kell. Nincs olyan hideg. Nem volt senki nyugtalan, Pigeon, te voltál nyugtalan, mert ha két percnél tovább elgondolkozok egy játéknál, akkor már főrobban a világ. Senki nem volt nyugtalan. Te vagy a nyugtalan, és spameled a hülye csetet. Moderátor létedre. Úgyhogy inkább elveszem tőled, mert látom, nem működött. Hey, anyone in there? Na, itt a sátor, amiről van szó, gondolom. Hát... Where did they run off to? Az ember miatt egyáltalán nem tűnik horrornak eddig, remélem majd történik azért valami. Szerintem átvált.
They are Dini. Diane, vagy Dini. Dini. A few days later, the young girl was found wandering around the forest. Egyébként miért kell erdőbe kószálni? I'm not sure what happened to the guy she was with. I know people went out looking for him, thinking he had done something. Dear David. He somehow got away. Nyomasztó lesz majd szerintem egyébként a zene. Mert oké, hogyha mondjuk tudjátok a megoldást, akkor lehet segíteni, hogy fú, Szefi, keresd akkor, mit tudom, a szép körül, és akkor lehet, hogy rájövök a kódra, akkor oké. Mert én sem, nekem sem az a tervem, hogy a logikai feladatokkal órákat elbasszak. De azért... Hopp. Valami történt. Négy, nyolc, tizenöt, húzzál meg minket. Hopp, még egy picak? Ja, nem. Ez még mindig ugyanaz. Talált egy kis ládát, vagy kis dobozt, és meg akarja... fel akarja nyitni. A dobozt lehetetlen felnyitni. Megpróbálkozok a fallal. Itt hagyom táskámat, hogyha esetleg visszajönnék. Lehet felgyújtom a táskáját. Félelem, akár órákat is elszarkodhatsz a logikai cuccokra, én sem szeretem, ha siettetnek. Ennyi. A fal az könnyebb, mint a doboz. Igen. De erre van út? Egyébként még? Szerintem nincs. Eddig nagyon nyugodt a helyzet. Megyünk fölfele, srácok. Szerintem föntről jöttünk, nem? Nem. Nem. De valamit csinálhattatok az ügyben, hogy a moderátor lehessek? Itt... Nem szoktam ezen gondolkozni, ki legyen moderátor, de lehet ezután el kéne majd. Aha. Ja, innen jöttem. Így. Ja, vágom. Visítás előtti csend. Vicces, mikor futok és megállok, így kizummolódik a... Szefi, szép napot. Szia, Eszter! Ó, oh, köszönöm, Limonés. Igen, egyébként lehet ezzel hülyeskedni, amikor a... Izé... Google fordító kimondja ezeket a dolgokat. Ja, itt a doboz. Ez a zene lesz. És egyébként megjelenik, tehát a síron van egy ilyen doboz. Sikerült. Ez.
még egyszer? Ez is kell? Ja nem, akkor ez kimarad. Ez. Jó. Oké. Ez. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Igen. És van benne egy fog kefe? Ez micsoda? Gate piece. Érdekes a játék zenéje, nem épp ezt rendel. Minden live-ban olyan live. Lol. remélem azért nem fog rám jönni egy ilyen. Tehát gate darabot találtunk. Gondolom akkor ennek a kulcsa lesz, nem? Hát igen, meg is van. Odafigyelsz! Igen, egyébként eddig misztikus. Ide dobódott. Az hogy elkapta? Mindig azt hiszem, hogy abban marad a zene, az közben nem. Nekem tetszik, csak nem láttam az elejét. Gyakorlatilag pont azt láttad, Reni, amiről volt szó. Na nézzük. Meg kell találni. De az is lehet, hogy egy államba vagyunk egyébként. Így van, így van. Ezek. Aha. Lehet itt lesz egy ijesztés, srácok, és érdek! I realized that I've been looking for my sister for some time. For that funny, carefree girl who was always so sweet. Most már... Ez micsoda? Megváltozott a zene, másabb lett. Lehet, hogy ahogy haladunk a sztoriban, egyre jobban deformálódik el. Hogy olvasom a neten, a játékot inkább misztikusnak, nem pedig horrorisztikusnak tervezték. Néha nem árt pár vicceket elsütni az ilyen játékoknál is, nem hinném, hogy el lehet szúrni a hangulatot. Hát, de szerintem el lehet. Azt mondta valaki, hogy ez nem horror játék, hanem kaland puzzle. Hát jó, csak indie horrorként van írva. Lesz mit kijátszani, a játék idő 7-9 óra, és amúgy csak kaland puzzle. Na, jó, oké. Tehát misztikus inkább, jól van. Hát igazából attól még lehet fosni, nem? 7-9 óra játék idő. Hát srácok, akkor itt... Itt kell... I think a piece is missing. Mm-hmm. Itt vannak a kövek. Nézzük. Akkor kell egy háromszög alakú kő. Ja. Háromszög X. Egy ilyen izé meg az. Igen. És akkor ezt nem. Ezt nem. Nem. Jó. Szóval ide kell. I think a piece is missing. Igen, és nem lehet. Így kell állni? What? Ezt lehet forgatni? Ne várjál, akkor először nekünk ez kell. Wow. Mhm. Oda kell. Igen. Jó. Ja. Fú, ez bonyinak tűnik. Oké. Okay. Van ez a háromszög, cseréljük le azt. Akkor van ez a háromszög. Ez meg erre kell, hogy nézzen. Nem. Ez
Szerintem így kell nézni, nem? Egyszerre csak egyet lehet. Akkor valószínű, hogy itt... Hol van ezt? Azt nézem, hogy ott abban a nagyobb körben... Aha, ott megjelent. És ha oda megyek, akkor ezt lehet véglegesíteni, nem? Vagy lesznek különböző... Aha, szerintem úgy lesz, hogy lesznek különböző, mert ez a... Tehát ez a kő ennek a szimbólumnak a jelképe, szerintem. Javítsatok ki a tévedek, akkor így lesz. The symbol are ancient knowledge from the darkness. They are must... They power. Érted? Mi van? Na, megvettem. Megvetted a játékot? De durci. De... izé? De... az élénkemen keresztül vetted meg? Mert ugye... némelyik játéknál, hogyha... hogy megveszitek, akkor abból én is kapok. Hogyha úgy van. De akkor itt nincsenek szörnyek, akkor itt nincs parád. I found myself in the most stunning garden I had ever seen. Forgotten for many years. Sophia had obviously not been there. I needed to find a way out. Mm-hmm. Aha, közép. A középső rész, ami fix. Tehát... ja. Ennek hogy kéne állnia? Nem. Így. Így kéne állnia szerintem. Nem, valami még nem oké. Ez hogy néz ki? Hogy kellene kinézni? Aha, így. Szerintem jól csináltam, nem? Nem? Ezek szerint nem? Mi lehet az, ami... ez? Ez nincs jó helyen. Aha. Hoho, srácok, hogy megy? De a lényeg, hogy megvan. Hups. Szia Szefcsi, hogy vagy? Szia Sintél Eleganci. Jó. De az mondjuk horror játék, szóval nem értem. Ja. Na mi van itt? Lehet, hogy direkt így akarnak ilyen meglepetést okozni nekem, nem? Külső király. Ez jó egyébként, hogy itt vannak ilyenek, mert akkor... egyébként ez mi volt az a hang? Mert akkor tudom, hogy itt jártam. Aha, tehát a jóslatom be izélődött, tehát akkor mondjuk a háromszöget azt tudjuk, hogy az hol, hova kell kerülni. Elvileg ide. Nem? Nem világít. De várjál, milyen háromszögről beszélünk? Itt nincs háromszög, várjatok? Nem én döntöm el, hanem a kiírás dönti el, hogy milyen szimbolika, vagy szimbólum van itt. És úgy emlékszem, hogy itt volt valami jelzés. Várjál, ez minek a jelzése? Together they make up a seal
Agent Evil. Amúgy ez a horror melyik félelemmel fog építeni? Szerintem nem tudom. Nyomasztása meg atmoszférára, de akkor ezek szerint csak misztikus a játék. Na de. Szerintem van még erre út. Itt lesz, itt lesz. Nem? Visszamegyünk. Aha. Melyik lesz az? Ez. Ja. És ennek hol kell lennie? Annak itt legalul elvileg. Várj, itt van valami. Nem ez. Nem ez, akkor ez. Ló. Ennek itt kell lent lenni. Jó van. Ja, elmegyünk először ide. Akkor igazából négy szimbólumot kell csak belehelyeznünk. Vagyis hát az összes követ. Elég misztikus ez a környezet, ez az erdős, ködös területtel. Egyébként... most csak hülyeségbe, de kipróbáljuk azt, hogy benyomok én egy nyomasztó zenét, és kivesszük a játék hangját. Kipróbáljuk. Na ugye tudjátok, nekem vannak saját készítésű zeném, ami ilyen nyomasztásra megy rá. Hogyha a játék tényleg nem ijesztő, akkor rámehetnénk erre. Mehet? Aquilla. Ha már ennyire fosni akartok. Elvileg ez lesz az, ugye? Próbáljuk ki. Igen. Hol lehet átváltoztatni a nevem színét? Elvileg a chatben. Na várjatok egy picit akkor, mert nem úgy vannak ám a dolgok, hogy csak úgy megmutatok mindent. Ja várj, akkor a játékban először kiveszem a hangot. Music. Nincs. Egyébként? Gépen mozi mód van. Na várjatok? Azonnal nyomjuk. Jaj. Pillanat. Azonnal nyomom. Horror fullba van. Na? Nekem ezt kell amúgy. Aha, megjelent. Mindjárt más. Megváltozott az atmoszféra, egyértelműen. Ennyi, srácok! Hozzáteszünk még a játékhoz egy kicsit. Ugyanúgy van hang. Kettő kell, nem ez. A második kő kell? Nem, megjelent a izé. Mindjárt. Ja, megjelent. Ami kell, két követ találnunk, ami a háromszög lesz, meg ez a betű. De fura, hogy csupán a zene, hogy meg tud változtatni mindent. Hát igen, főleg, hogy atmoszférikus zene, tehát.
már jártam. Innen jöttem. Igen, ide jöttem meg először. Aha, és innen kell elmenni jobbra. Na ide kell a háromszög majd. Biztos ötlet volt ez, Szefi? Mert... még egy random nyomozós cuccot is parává változtat. Gondoltatok már bele hasonlóban, hogy a valóságban is létezne hasonló misztikus hely, ott milyen időjárás uralkodhat? Dear Mr. Consing Walker, I must say, you are acting very irrational. I do not approve of being called ungodly. Na jó, ha már nem tudunk beszélni, akkor legalább csináljunk úgy. Kiderül, attól lesz acsigmentem, hogy feloltam ezeket a szarokat. Várjatok már, egy folyamatosan elítélél. Ilyen zenét szoktam hallgatni. Ilyen zenét szoktam hallgatni a másfél éves kisfiammal, akkor is, ha nem akarja. Értem. Nem lesz ijesztés, srácok. Időnként megnézzük azért, ez se végtelen ízés. Innen jöttem, akkor tettünk egy kört, letenni egy kört, oké, akkor elmegyünk ide. Fostok mi? Oké, akkor ide. Ja, ez. Elvileg igen. Az a baj, innen nem látom. Elvileg így van. Jó. Becsúrran az a bizonyos krojalk. Én szívesen élnék ilyen hangulatú helyen. Persze, láttam a Blair Witch-et. Na ehhez például, ezekhez a feladványokhoz epic. A szem lejárt. Bele kéne rakni egy ilyen lejátszási listába. Ja, Windows Media Player-re. Ja. Azért itt para megvan, srácok. Nem azért horror, mert jumpscare, meg ijesztés, szerintem csak olvasd az üzenetet, akkor elég nyomasztom, mivel egy eltűnt kislány után nyomoz az ember előre. Ja. Ezek az aláfestő zenék, ezek sajátok. Mármint, hogy tényleg nekem lett gyártva. Valahogy még ezt kéne. Hoppá! Na. Piece of paper. What? Hag. Isten, ott egy kártonta. De egyáltalán nem illik ehhez a gamehez. Micsoda? Congratulations on finding the first puzzle box kiss. The lower garden didn't exist when I came to the estate. The carpenter said it would be impossible to use the sunken land, as you can see. Ez nem illik asszonyátok. In only 10 years, I managed to drain the water permanently. I created a beautiful garden. But more importantly, dehogy nem, hát ez csak ezeket használom fel legendákhoz. Ez már jobb. Ez jó. Jó. Ha túl komoly, az elveszi a játékélmény, de ez pont jó, enyhén nyomasztó csak.
nagyon jó. Ez például azonnal egy szúnyogoktól hemzsegő kikötő képét idézi fel. Ez tényleg esküszöm azért van itt, hogy tudjad, hogy merre mész. Na már csak két darab kell. Az egyik erre lesz. Erre az N betűs lesz. Ez az A betűs inkább. Rak be egyszer dubstepet alá. Dehogy rakom, hát itt az atmoszféra a lényeg, srácok. It will rip the fabric of reality apart. Mi az, hogy fent kihagytad a kövezést? Nem, beleraktam, nem? Mountain Time, my friend. Van a játéknak valami alapsztoria, vagy bóklászunk a zsinagógában? Van alapsztori, Sophie által izét kell megkeresni. Alap... alap? Ó, bazzak, tényleg nem raktam be. My magic, I take you apart. Nem erre kell. Zsinagógá. Azt mondtam, zsinagógát? Ez kell pedig. Mondd azt, hogy nem az. Nekem erről egy lány jut eszembe, aki a hintán ül, háttal nekem egy rohadó fán, és olyan sötét van, hogy a lányt is sötétnek látod. Szép jó napot! Szia, Bazsi! Szerintem a grafikában nincs baj, srácok. Most azzal van bajom, hogy miért nem jelenik meg a háromszögnél, ahogy kell. De a háromszög az ide van rakva. Mit szúrtunk el? Ez kellene? Lehet. 1919-ben Amerikában három istállót ürítettek ki az emberek. Mindhárom istállóban két kanál kis testvér volt, elszórva egymástól. Mikor megtalálták őket, nem tudták, hogy alkalmazzák-e őket a kávéfőzőben. Megpróbáljuk ezt el. Ezt. Hangos a zene, Szefi. Jó, közelen teszünk, hogy ne legyen annyira hangos. Jó. Jó van, srácok. Elég egy embernek is írni, hogy észrevegyem. Hogy? Most már jó? A hangomhoz képest? Lejjebb eltem, hogy tényleg csak izén. Bajom lehet, ha a főt krumplin... krumplihéj van? Nem. Amerikában hajlamosak. Jó van, akkor mást választottunk. Oké, akkor már csak az A betűs kell. Nekem az alapfét is mondjuk egy esetet idéz fel. Még mehetne lejjebb? Na jó van. Na, így jó lesz most már. Srácok, egyébként a puzzle-lel ahhoz képest egész jól haladunk. Mármint, hogy tudom, hogy mit kell csinálni, nem túl bonyolult eddig.
Meg is. Az előbb megvolt az a... Várj, lehet nem nyomtam rá. Ja, de, az volt. Óba! Most már tisztán kivehető, bársonyos hangod dallama. Köszönöm, Kort. Bocs, az ékezet hiány miatt, Szefi. Nekem nem, nekem nincs azzal bajom, hogyha nem izész. Nem írsz ékezettel, csak ne írjál helytelenül. Amint oké, egy-kettő dolgot elírhatsz, most nem arról van szó. Csak mikor ilyen feltűnően gagyin írod, érted? Na most hova megyünk meg? Mi van most? Na. Fú! Ez volt az a betűs. Úgyhogy ez lesz. Ez pedig... Nem? Másik irány. Hoppá! Megjelent egy kő. Egy szellem. Amúgy jó, eddig amúgy, csak maga a látványvilág, de a sztori is tetszik. Jó egyébként, érdekes megvilágítása van. Jaj, de nagyon elmegyünk már. Kíváncsi leszek, hogy ez a lélek ez mit akar jelképezni majd. Mert azért ilyen nem történik. Itt eddig is vér volt. Vagy csak úgy tűnik. Na, mit történik most? Nekem ez valós sátánistának tűnt. Ebben meg is találtunk. Ja, nem. Oké, levelsz, 2. Did you just come through there? Ezt ki mondja? I did. I'm looking for my sister Sophia. Have you seen her? My name is Marie. That's a lovely name. De várja már, ki beszél? I'm Nora. Where are you? I think you better get going. Hol vagy, ja? Where are you? What do you mean? I'm hol? Right here. Oh. Sometimes when I wake up, no one can see Értem. Me all day. Must be one of those biztos azok a napok, amikor ők nem látjuk. És mi ez a hely? What is this place? You're not supposed to be in there. All I hear is, Nora, don't go in there. Yes. But it's very exciting that you're here. Hát akkor kettes. I think I better get going. I need to find Sophia. Another girl. And she's missing? Then we'll need to find her. Run up to the house and we'll see if we can spot her. Milyen ház? Hol most jöttem? De egyébként vágjátok, hogy azt mondta a csaj, hogy izé, hogy jó, ez biztos azok a napok közé tartozik. Fi a hisztizés. Ja? Oké, Nightmare Posi. Szóval őt nem láthatjuk, de szerintem lesz egy idő, amikor láthatjuk ezt a lényt, és nem fog szépen kinézni. Srácok, ne nagyon írjatok nagyon hosszú szöveget, mert akkor arra koncentrálok, és nem a játékra. Mert azt hiszem, valami fontosat írtok, úgyhogy nem tudom, valahogy... Értem, azt lekapcsolódott. Ja, vattacukor, ezt is fent van Discordon. Csipesz, miről beszélsz?
Most próbálsz jampiskodni, de amúgy meg kurva nem vágott, hogy miről jön. Mert ha itt lettél volna alapból, akkor rájönnél, hogy senki nem mondta, hogy fosik. Mhm. Jó. Igen. Hogy is van ez? Igen. Utolsó. Nem. Nem tudom hova való. Ja, ide. Hát nem tudom, a semmiből egy kislány hangja, csak lássak meg egyet, agyonütöm. Értem. Ugye ez mind itt. Ja. És ennyi? Ez nem asszisztál többet ez a kislány? Várjál, itt most már gömbök vannak. Aha! A nagyobb megvilágítás érdekében. Két út van. Úgy tűnik. Akkor menjünk erre. Van benne valami hátborzongató azért. Nyomasztó vagy atmoszférikus inkább. Eddig semmi olyan nem történt. Na, ilyen kerítést is kell csinálni. Nagyon tetszik ez a felelet választó megoldás, még ebben is interaktív. Igen, hogyha információt akarsz megtudni, akkor van lehetőséged rá, ja. Szerintem van benne... Amikor tölt, akkor nem tudok nyúzni. Ez egy pad, nem? Tehát van benne megoldás, szerintem, amint... Van benne kreatívság, tehát szerintem ez a játék nem lesz rossz. Mikor kened valljon a kenyeret és véletlenül meg... Értem. Marie, the gate here is locked. But I know the combination. And you must solve three riddles to get it. Ó, bazd meg. Három izét, feladványt. Ne, ebbe segítsetek. The kids hid the numbers all around the garden. See if you can find them. Now, the first riddle. Hope you're ready. I can go far and fast, but I always come back down. What am I? Hát tudok menni gyorsan, meg messze, de mindig visszajövök. Igen? Most hagy időt gondolkodni? Hm? Most ezt nem értem. Bumerang. Én is ezt mondtam, bumerang. De hol lehet megadni a választ? Nulla, tessék. Lehet, hogy egy száma? Egyébként meg lehet találni a kódot, de van egy izé is. De ez így nem... Nem lehet kiírni a megoldást, mert... Vagy a bumerangnál van... a megoldás. Hát ez egy négyes. Ez meg egy ötös, tehát most... van eddig egy négyesünk, meg egy ötösünk. Most nem tudjuk, hogy ez-e. A bumerangnál van a szám. Igen, én is ezt sejtem. Valami ilyesmi lehet.
Nagyon messzire tudok menni, de mégis visszajövök. Hinta. Hinta is lehet egyébként a megoldás. Well done. But I found it way faster than you did. Can you guess this one? I show the time, but I only work during the day. Meg tudom mutatni még egyszer. Nem. Nem. Négy. Várjál. Meg tudom mutatni az időt. Nap. Ja. Egy négyes lesz az első. Az biztos. Föld. Azt is kell nézni, hogy itt mik vannak. Napóra. Igen, egyébként napóra, de még nem láttam. Mindegy, még elnézek körbe. Elég nagy az a terep, látom. Igen, aha. Ez lesz. Kettő. Tehát 4-2. On to the last riddle, and no cheating, miss. I sit on a hill. I am made of wood, but I'm not a tree. Mi ez a hill? Ez pont napóra jött most nekünk. Tehát eddig 2. Ja, most tudnék csalni, beírom, hogy 2, és akkor izé. Domb. Egy domb vagyok. Vagy hegy. Ja. Jó. Domb vagyok. Domb teteje. Hopp. Szerintem eddig nem volt itt, csak mondom. Dom tető. Fakard. Hoppá. Még egy puzzle. Egyébként alapjáton ez nem könnyű cucc. Mi az az egy? Aha. Oké. Csak azt kell megtudni. Nem. Mi az, ami ezt választja?
Oh man. Puklin man. Ali, sziasztok. Mm. Minden. Jajjaj. Értem. Jajjaj, nem akarom jobban elcseszni. A végszám. Ez nehéz most. Nehezebb, mint az előző. Már ez... Jaj. Ez kell. Még ez kell. Ez kell. Most mi van már? Ez, aztán ez, aztán ez. Megint jön. Ezt mozgatom, meg ezt mozgatom, akkor instant jön. Hát ezt. Na jó, ezt most így ezt hagyjuk. Itt egy hatos egyébként. Megtaláljuk a... You found all of them. 4-2-7. Get back to the gate and let's find your sister. Hallottátok, mit mondott? Menjél vissza, és találd meg a testvéred. De mi nem mondtuk, hogy a testvérünket keressük egyébként, vagy igen? Plusz, miért akar engem ezzel... Nem lehet, hogy meg őt idéztük meg ezzel a kapuval? Szia, Marci Pámpasi. Mondta az elején. Mondta akkor, hogy őt keresi? De. Jó. Egyébként érdekes eddig a sztori. Nekem tetszik. Sziasztok, Viv. Tehát 4, 2 és 7. Nem jó sorrend, mi? De. See? That didn't take long at all. Now let's get up to the house. I'll fly ahead. Ez nem én voltam. Az igen. Ez creepy, srácok, ez creepy. Most visszanyomom a zenét, hogy milyenre változott. Ja, itt is van ilyen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Igen. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
Bazd meg, nem néztem. Még egyszer. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Még egyszer? Egy, kettő, három, oké. Melyik kiadó csinálta a játékot? Azt nem tudom. Egy, kettő, három. Ja. Jó. Bazd meg, nem tudok két dolgot megjegyezni. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Na bazd meg. Egy. Na végre. Na mit találtunk? Egy bököt? Hát jó. They are stuck together. They are stuck together. Szefi, öregszel. Dehogy. És itt hogy megyek át? Egyébként? Most ezt nem húzni kéne. Vágsz el. Odafigyelsz! Odafigyelsz! És komolyan, egyesével... Ja nem, csak elég egyet. Micsoda logika feladat volt. Na, ez már jobban szeretem. Szefi fiatal. That was the last trace ever seen of him. He must have somehow. Egyébként miért veszett el? Tehát ez nekem fura. Hogy a Sofia az miért veszett el? És megint tölt a játék, oké? Of course I was skeptical of my new invisible friend. But she did seem keen on finding Sophia, and I could use all the help I could get. While climbing up the stairs, I was sure it was all just a dream. Egyébként eddig olyan nehéz feladatunk annyira nem volt, de pont annyira volt jó, hogy megmozgassa a rugónkat. Na, hova kell rakni? Elvileg ez így jó. Ezeket, na, nem szellemeket ábrázol egyébként? Így lenne? Szerintem nem. Aha. Így. Már csak itt kell megtalálnia. Nem. Fú, ez nehéz így megtalálni. Hülye kígyók. Hogy sikerült? Szefi, már régebben szerettem volna neked mondani, hogy a beszélgetős live-okon gyakrabban leszek itt, mint a gameplay-eken, mert hétköznap nem nagyon érek rá. Jó van, Marcipán, semmi gond. Ahogy haladsz, egyre nehezedik? Lehet. Finally, there you are. It was a bit more difficult to see from up here than I thought. És akkor You should go up to the attic.
There is something important up there. I'm sure it'll help us find her. Or was I supposed to stay away from there? Értem. Kösz. Egyébként bekapcsoltam a zenét, nem tudom, halljátok-e. Olyan, úgy tűnik itt valami házas dolog lesz a dologban. Na, házas dolog lesz itt. De azt mondja, hogy vagy távol kéne maradni tőle. Oh, that's odd. I'll be up there in a minute. Hoppá, van flashlightunk. Aha. Itt kell majd lennie valaminek, igen. Kíváncsi leszek. Fú, úgy tűnik, hogy itt elég sok puzzle lesz majd, amit meg kell csinálni. Mi volt ez te? Mivel gyártyánk van, valószínűleg a flashlight nem fog kialudni. Ez mi volt? Mit lehetett megfogni? Láttad? Érdekes, hogy ezt meg lehetett... Ezt miért lehetett kinyitni? De csak ezt. Meg ezt, igen. Azt már nem. Úgy tűnik mindent ki lehet. Majd később. Oké. Mizó, mikor még elmentem, miről maradtam le? Hát... Furcsa, randomkodik a játék, az a helyzet. Zárva. Ezt egy kulcssal tudjuk kinyitni. Akkor fönt annyira sok minden nem kell csinálni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem a lány hangja egy idegeimre megy. Nem azért, mert rossz, csak a hátamon feláll a szörkább, egy cseppet creepy ebben a szituációban. Látszik, hogy van valami mögöttes cucc, amiről nem beszél. Tehát mi az, hogy nem lehet látni őt, meg ilyenek. Értitek. Jó, látom azért annyira sok mindenben nem lehet interaktálni, úgy számoltam ezzel. Nem lehet mindent megfogni. Egyébként ez úgy néz ki, mint egy szem. Kicsit kiakadnék, aki megnyílna. Hoppá. Mágiára vele. Jó. Néha ugrál az egér, mi van itt? Ezt nem én csinálom, nem is akad be a játék, nem értem. Jó, ide se lehet benézni. Ez valami nagyon vegyész ember lehetett itt, mert teli van. Nézzétek meg. Nem tudom, hogy ezek most gyógyszerek, lekvár, vagy valami ilyesmi főzet, de... Valaki, aki itt lakott, az nagyon vágta ezeket. Az igen. Ez milyen... Ja, ennek a formája. Jó. Nézze, mi az, ami fontos lehet még. Egyébként leköti az embert ez a játék, azt kell mondjam. Na. Ez is zárva. Na. Ez is zárva. Gyakorlatilag bármit, amit csinálunk, az zárva. Úgyhogy ha csak nem találjuk meg a kombinációt, addig nem fogunk tudni tovább jutni. Az egyetlen lehetőség az ez. De nem tudjuk a kombinációt. Tehát valamilyen felirat vagy valamilyen kép alapján meg kéne tudnunk, hogy mi lesz a kód. Akkoriban még lekvára gyógyítottak? Na jó, megnézzük, mi van még. Mert csak az egyik oldal volt. Érdekes, hogy itt abban marad a zene. Tudod, visszatér másfajta.
Körbenézzünk mindent, aztán majd eldöntjük, hogy merre megyünk tovább. Na hát erre nem. Jó, örülök, hogy a játék lekorlátoz, hogy így folyamatosan fel kell oldani, mert túl elveszettnek érezném magam, hogyha egyből mindenhova lehetne menni. Úgyhogy eddig úgy tűnik, hogy... Ja, a kamera mozgás, hogy így futok, megállok, és akkor így hátra néz olyan. Lépcsőről egy látszik, mikor jössz föl. Lépcsőről egy látszik, mikor jössz föl. Komolyan? Nézzük csak meg. Lépcsőről, ahogy jövök föl, egy látszik. Aha! Egy E betű. Jó. És az most melyik lesz a... E betű. Ha ilyen lesz, akkor oké. Na, tehát akkor van egy E betűnk. Lehet, hogy az nem az a sorrend. De szerintem azért annyit nem szarakodnak velünk. Jó, akkor... Szerintem ilyen szimbólumokat kell nézni. Aha, itt egy O. Oké, milyen O ez? Oké, egy O. Igen. Szóljatok, hogyha láttok valamit. Aha, itt egy ilyen vasvillajel. Addig nem olyan nehéz. Egy vasvillajel. Eddig észre se vettem egyébként. Oké. Egy vasvillajel. Ja. Aztán lemegyünk, azt megnézzük, hogy mik vannak még. Aha, itt van. Még egy. Az nekem az a U betűre, ha... Igen. Mi van még? Itt akkor már csak ez, itt kell lenni. Valamelyik. Polcnál. A negyediket azt találom ki magamtól, hogy ez hogy... Aha, egy O. Oké, akkor egy ilyen híd, egy ilyen fordított U betű, meg egy O. Egy fordított U betű, meg egy O. Na, úgy tűnik akkor, hogy a sorrend nem jó. Fú, hát nem tudom mennyi sorrend lehet, de elég sok. Várjál, itt lehet, hogy van egy kar. Nem. Szia, Snorbi! Mi lenne, ha lentről fölfele? Akkor úgy volt, hogy... Várjál... Akkor ez a U betű, O... És akkor... Itt volt az E... Aztán a... O betű... Milyen O betű? Vasvilla volt. Vasvilla, és akkor megint O. Vagy megint O. Megino és vasvilla. Nem. Akkor O.
De igazából minden, majdnem minden szimbólum jön. Nem, nem jó. Szefi, told az ajtókat, kinyitódnak. Mi? Ja! Ja, értem. Tehát elvileg, hogyha jó a sorrend, akkor ki tudom nyitni az ajtókat. Akkor, hogy volt? E... O... Akkor ez a... Vizényel... Ez így. És akkor elvileg tudom tolni az ajtókat? Nem. Nem tudom, hogy mi az első. Ezt látjuk meg legelőször, ha felmegyünk, és azt is mondta a Csajci, hogy nézd meg, mi van fönt. Lehet, hogy ezt elnéztem. Ezt a betűt. Nem, az egy... Akár nézem, az egy... Az egy ilyen. Ha tolod, akkor ki tudod nyitni. Micsoda? Ha jó a kombináció. Most félem. Ezt most nem értem. Hogy volt? Akkor volt az az E. Igen, O volt a következő. Igen, az jó. O. Akkor utána. Vasvilla. Kiégtem, sziasztok. Tungsvilla. Lentről felfele? Ha lentről haladunk, akkor az a I betű, vagy mi az az U betű, akkor O, és akkor ide megy E betű, a vasvilla, és O. És akkor most próbáljam meg kinyitni az ajtókat. Próbáltam. Megvannak a kombinációk, csak azért 4 különböző kombináció, vagy 5 kombináció. De elég sok. Ki lehet rakni, hogy agoni? Van, akkor lehet a pokolba kerülni. Akkor fentről lefele? Fentről lefele? Hát de azt úgy csináltam. Hogy ide raktam az E-t, ezt láttuk meg legelőször, meg a kiscsa is azt mondta, hogy menjél föl és nézd meg. Ha jól látom, hónap, fola, út, 4. Mi van? Az volt az első. Ja. Aztán ez az O. Akkor a vasvilla. Ez. Aztán megint O. Vasvillával kezdjem. Akkor vasvilla, O, E. És akkor O. És akkor izé. Nem vasvilla, nem. Ez. Hát én már mindent izéltem. Nem? 5 kombináció van, az a baj, mindegyik lehet mindegyiknél. Ha így bejövök, és akkor ez lesz az első, akkor a második. Úristen, mi van? Itt miért nincs?
Nem jön ki, hogy enjoy. Enjoy? Várjatok, ha egy szót próbálunk kirakni, akkor lehet? Ez egy y, akkor en... És akkor ez y... De abban nincs két o betű. Érted? A gauge, nem láttam még a hang nélkült. Elakadtam, srácok. Segítsetek már, hogy mi alapján kéne néznem, mert azért... Van egy kombinációnk, de mindet kipróbálni. Akkor... Két O van. Meg egy izén. Ez. Oké, akkor nem ez. Akkor... Két O. Szerintem nagyon rossz lett, de ez az én véleményem. Attól még próbáld meg az enjoy-t. De nincs benne O betű. A gauge hétvégén van cupáktak, nem hétköznap. Hello, szia, Valencia. Görög ABC? Hát... Azt még így nem tudom fejből. Oké, alfa, delta. Alfa, beta. Jön a kód, próbáld meg. O... Merje? O... Y... N... Tehát no one? O... E... In... És mi nyílt ki? Szerintetek? Ez? Nem? Valami kinyílt, szerintem a kandalló. Nem, már megvan helye a megfej... Hoppá! Ja, egy följebb megyünk. Sziasztok, ez az. Jól gondolkoztam. Nem csak megnézted? De mi volt akkor a sorrend akkor? Azért kellett megnézni, hogy... Hogy amivel az elsővel találkozunk, az az E, de a másodikkal, ha így nézzük a sorrendet, akkor ugye az az N, akkor az O, akkor megint a Z. Aha, hogy az az utolsó. Igen, aha. Jó van, jó van. Ügyes vagy. Köszi a segítséget. Értem, ez egy átjáró egy másik világba, ahogy látom. Egyelőre nincs ilyeszt is, úgyhogy nem fosok. Nem kell csinálni semmit. Aha. Tudti lesz valami rövidebb út is ide. Jó. Egyébként tetszenek a logikai feladatok, mert nem túl nehéz, csak azért mégis kihívás valamilyen szinten. Nem? Meg nincs az, hogy mindent megfoghatsz, és akkor már fogalmat sincs, hogy mi az, amire kell koncentrálnod, szóval nekem ez így jó. Ez nehéz volt, igen. Csaj, ez a padláson. Mikor jönnek az ijesztések? Szerintem nem lesznek ijesztések, ez csak ilyen nyomasztó kalandjáték.
Azt hittem horror egyébként, meg abban a kategóriában van, de... Aha, ez lehet húzni, meg ezt is. Igen. Egyébként mennyi az idő, srácok? Lassan végez. Egyébként... Dick. Itt van valami, csak nem megint az a paz... Ami... Nem tetszik. Oké. Ezeket ott állom. Ja, hülye átlósokon kell játszani. Hát, ezt nem hiszem el. Na végre. Oké. Jaj. Szerintem kicsit nehezek a puzzle-ök, ez meg főleg. Na ezt nem vágom. Hát ezt próbálgatni kell, amikor szerencse megoldja a dolgot. Majdnem a mellette lévő azok mind megoldják ezeket, aha. Így. Igen. Ezt mi? Oman. Puklimman. Már nem kell sok. Odafigyelsz! Szerettem azokat a játékokat, amikor van puzzle, de nem ha az egész játék egy puzzle-os játék, mert kicsit elfárad az agyam tőle. Congratulations on finding the third puzzle box, kids! Excuse the dust in the attic. I have explicitly forbidden every kind of cleaning up here since the servants broke one of my inventions. There are valuable things up here. Miss Noe calls it my graveyard, but she's wrong. I'm especially proud of my device for simulating earthquakes. Miss Noe doesn't allow me to use it for some reason. Lehet, hogy az lesz Josexa. Josexa, ja. Jó, oké. Oké. Igen, egyébként hát nyilván nem 7 óra alatt kell kijátszani a játékot, mint amennyi alapján elvileg ki lehet. Még a God of War 1-ben volt egy rész, ahol áthívtam barátom, mert annyira nehéz volt. Szia Marge, egyébként. Lehet köszöntél, ne arra, hogy nem láttam. Hoppá. Értem, hogy nagy fekete fal.
Jó, itt van valami. Úristen, ugye ezt nem. Alex, köszönöm szépen. Üdv Szefi, kezdek visszatérni a nézőtáborodba. Jó játékot, kellemes időtöltést. Nagyon szépen köszönöm, Alex. Jánoska, köszönöm szépen a... Három órás a játék? Valaki itt azt írta, hogy 7 meg ilyenek. 7-9 óra között van a játékidő, Reni. De lehet, hogy igazad van. Ez sose kizárt, hogy igazad van, Reni. Jó. Akkor ezt valahogy meg kell oldani, de itt van egy felső rész is. Itt mi alapján? Na ne! Várja, 1, 2, 3. Várja, 1, 2, 3. Aha, 4 számjegyet kell. Valami történt pedig. Hallottátok? Valami... Várja. Ez. Aha. De majd valamit bele kell dugni? Azt hittem, legalább ott leszünk. Várjál. Aha! Igen. Aha! Nyomassad! Ugye ezt most nem várja el a játék, tudom, hogy én ezt leírom. Ezt kéne valahogy megtisztítani, nem lehet megtisztítani valahogy. Fú, nekem hát ez... Nekem ez most bonyolultnak tűnt, nagyon. Egyébként... Á, ezt kizárt, hogy most meg fogom fejteni. Itt lesz valami izé, de... Tehát ez a jel, mutatott itt D-t, meg F-et, meg mit tudom én, de most mi alapján? Aha, tehát van itt egy kicsi... Nem tudom. Még egyszer próbáljuk meg. Hát, ha rájövünk. Ez melyik lehet? Ez egy tipp, valószínűleg. Akkor van ott ez a körkörösen. De nekünk nem a körkörös kell. Látjátok ezt a szimbólumot? Mi van akkor, ha rávetítünk? Mennyit van maradt az ablak? Nem, a szimbólumot nem tudom behatárolni, hogy ez a szimbólum, ez mit jelent? Ez hol jelenti? Melyik részen? Na jó, teszünk egy próbát, aztán majd meglátjuk. Nem tudom, hol kezdődik. Egyébként.
Érted? Várjál. Rajta nincs? Nincs semmi. Hát jó, írjátok le akkor, hogy E2. F2. D3. E6. A5. B1. És Cecil 5-ös. Hát az meg fasz tudja. Ezt valahogy meg kéne oldani. Na. Oké, akkor A, B, C, D, E. Na, E2. F2. D3. Hát ez nem jött össze. Tehát ez így nem jó. De nem... E1. De nincs E. A, B, C, D, E, F. Tehát így van. C3 volt? Na még egyszer akkor. Még egyszer. De milyen E1? Ja de... A, B, C, D, E. Tehát E1. F2. D3. A, B, C, D. B3. E6. E6. Van egy, kettő, három, négy. Nem történt semmi. Az F1 volt, amit most nyomtál. E2-t nyomtál be, és nem E1-et. Ja, vágom, hogy ez már egynek sem. Jó. Oké. E2-t nyomtam megint. Nincs E. Viszont nincs E. Reni. E2-t nyomtam, nem egyet. Na, akkor E1. F2. Ups, ez, na. Újra. De egyébként 4 számjegyű a kód. Na. A, B, C, D, E. E1. Várjál. Oké. E1. F2. D3. E6. Semmi. Maximum... bassz meg, te megijedtem. Itt nem tudom, mi lehet. Köszönöm egyébként, hogy próbáltok segíteni. De 4 számjegyű a kód. Tehát az a baj, hogy itt, amit leírtunk, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 szám, 8 sor. Tehát van egy olyan része a megfejtésben, ami nem ide tartozik. Tehát ezért kéne a szimbólumokat nézni. Szerintem. Egyébként ugye, ahogy így behajol a izé, szép lassan.
Nem 6B-vel. Tehát várjunk. Nézzük meg, hogy mi, melyik ez a szimbólum. Itt oldal csúcsos, és olyan, mint a négyzet. Várjatok, van-e olyan négy jel, ahol olyan van? Ez ki pici csillag, ez nem. Ez megint ilyen körkörös. Ez lesz az. Tehát itt C5 van. Tehát itt ez a szimbólum, ami nekünk van, de ez a C5. Jó, nézzük meg ezt a C5-öt. Igen, mert itt vannak ezek a izék. Meg ez. Jánoska, nem rossz ötlet egyébként. A kocka tetején van a szimbólum, szerintem, és hozzá tartozhat a szám. Kis szimbólum, első szám, egyen nagyobb a második, és így tovább. Jó, akkor, tehát azt mondjátok, hogy megnézzük, hogy akkor mi van ide írva a izénél, és akkor mit csinálok, és akkor így, és akkor ez, tehát nem értem, hogy hogy kell. A srácok, nem nagyon vágom. Most például ez is mit jelent? Lehet, hogy még nem találtunk meg valamit, amivel maximum lehetne. Értitek, hogy értem itt ezt a szimbólumot, meg látom ezeket benne, de nem értem. Tehát ha kijön az, hogy ez a körkörös, mit tudom én, N8. Tessék, nézzünk meg egyet akkor. Tehát ez például mit jelent? E1. Ez hol van? Benne is vannak kis szimbólumok, azokat is mutatta. Kezd azzal a száma, ami a legkisebb szimbólummal van jelölve. Tehát a sorrendet mondanák? Várjatok. Nézzük, a legkisebb szám az F2. Ja, azzal akarja jelezni, hogy hol. Jó, akkor írom ezt a sorrendet. Akkor F2 az első. Jó, és ez melyik? Nem értem. Ez lenne a második? Tehát akkor B1. És ez lenne a leg... Nem értem. Nekem ez már sok. De nem tudom melyik. És az nem tudom. De van egy olyan részünk, ami nincs meg. Meg ez nem tudom melyik szimbólum. Én azt hiszem, hogy értem. Jó, Reni, akkor a következő... A következő jelenetnél, vagy mi az a következő végjátsz... Szerintem végigjátsszuk most már ezt a játékot. Jó, ezt megpróbáljuk majd holnap akkor.
Legyen az, hogy holnap is ez lesz. Nem tudom, falotozni is kéne. Tyú, ez a végén komoly volt. Igen, egyébként Pozsika. Na, srácok, köszönöm. Még nem mentem meg, köszönöm. Játszunk, ha jól látom, már nincs olyan sok hátra. Igen? Jó. Akkor még holnap is ez lesz. Holnap is ez lesz, nem lesz Fallout. Na. Köszönöm, hogy itt voltatok. Stabilan megvoltunk 100 fölött, srácok. Sőt, 110, 120. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon, nagyon rendes fiúk és lányok vagytok. Na. Oké. Sziasztok, holnap találkozunk. Hallott, Cefi, vége a videónak. De várjál, nem látom. Hát de itt van két másik videó, ha védem nézed meg.